Sikeres évet zárt a nyíregyházi törvényszék. 2018-ban több ügyet zártak le, mint amennyi új érkezett, a folyamatban lévők száma pedig 10 000 körüli maradt. Szemléletformálás, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokra hívták fel a figyelmet egy nyíregyházi konferencián. Digitális gyermekvédelmi ismeretek. A szülők felelőssége, hogy a gyermek mennyi időt és milyen minőségben tölt képernyő előtt. Több mint 68 000 peres és temperes ügy érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróságokra 2018-ban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A tavalyi év végén mintegy 10 000 ügy maradt folyamatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróságokon, miközben több mint 70 000 be is fejeződött. A nyíregyházi törvényszék keddi évértékelő sajtótájékoztatóján elhangzott, tavaly az ítélkezésen kívül a társadalmi küldetésének is eleget tett a törvényszék. Összbírói értekezletet tartottak kedden délelőtt a nyíregyházi törvényszéken, melyet egy évértékelő sajtótájékoztató előzött meg. Az eseményen a debreceni ítélőtábla elnöke, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese is méltatta a nyíregyházi törvényszék munkáját, melynek elnöke Nyakó Zsuzsanna arról számolt be, hogy 2018-ban a peres és nem peres ügyekben is sikeres évet zártak egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Sikeres évet zárt a törvényszék, illetve a hozzátartozó helyi bíróságok is, hiszen több ügyet fejeztünk be, mint amennyi ügyünk érkezett. Megközelítőleg 10 000 peres, illetve nem peres ügyünk maradt folyamatban 2018. december 31-én. Eredményesek voltunk abból a szempontból is, hogy csökkentettük a régi ügyeinknek a számát, tehát a 2 éven túl folyamatban lévő ügyeket. Nyakó Zsuzsanna elmondta, a törvényszék ügyfélbarát megoldásokkal várja a bírósághoz fordulókat, melynek keretében tavaly tájékoztatták az ügyfeleket az új polgári perrendtartás és az új büntetőeljárás részleteiről is, valamint a digitális fejlődés keretében megteremtették a távmeghallgatás lehetőségét, összesen 4 tárgyalóteremben. Ezzel a megoldással a távol, akár más városokban lévő tanúkat, illetve az eljárások résztvevőit is hitelesen meghallgathatja a bíróság. Az elnök továbbá kiemelte, a törvényszék az ítélkezésen kívül a társadalmi küldetésének is eleget tett 2018-ban. Számos alkalommal fogadtunk középiskolásokat, általános iskolásokat, vagy jártunk iskolában, és mondtuk el, hogy hogyan is működik a bíróság, milyen döntéseket és milyen alapon hozunk. A nyíregyházi törvényszék elnöke hozzátette, a tárgyi erőforrásaik is folyamatosan bővültek, így az épületenergetikai felújítás, illetve a munkakörnyezet javulása is jelentős volt 2018-ban. Ekközben a törvényszék létszáma 4 fővel bővült, így 123-ról 125-re nőtt a bírók létszáma, akiknek így több mint 2/3 női bíró lett. Minél szélesebb körben meg kell ismertetni a lakossággal a megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve meg kell változtatni az ezekkel kapcsolatos berögződéseket. Ez volt az egyik fő témája annak az energiatudatosság és energiahatékonyság jegyében rendezett konferenciának, amelyet a Megyeházán rendeztek kedden délelőtt. Érdeklődőket vett meg a Megyeháza dísztermek kedden délután. Itt tartották azt az energiatudatosságról szóló szemléletformáló konferenciát, amelyet a megyei önkormányzat szervezett egy projekt keretében. Ennek részeként igyekeznek minden réteget megszólítani különböző programokkal. A fiatalokat egy rajzpályázattal igyekeztünk megfogni és bevonni ebbe az energiatudatos szemlélet megfoganatosításába, és nagyon örülünk annak, hogy több mint 100 pályamű beérkezett. Ennek ugye az volt a cím, hogy ők hogy látják az energiatudatosságot, mit tudnak ők tenni a környezetük védelméért, és emellett ugye a felnőtteknek is szólunk, hiszen hát a családok azok, akik a leginkább hatékonyan tudják képviselni magát az energiatudatosságot. A programsorozatban workshopokat, előadásokat is szervez a megyei önkormányzat, és rendezvényeken is jelen van azzal a céllal, hogy a lakossághoz is eljusson az üzenetük, és hogy minél többen érezzék azt, hogy hozzá tudnak tenni az energiahatékonysághoz. Partnerük ebben Vásárosnamény önkormányzata, amely már eddig is sok ilyen programot valósított meg a beregi településen. A szemléletformálást a legkisebbekkel kezdték.
Hogyha tudatosítjuk a gyermekeinkben azt, hogy milyen módon tudnak energiát megtakarítani, milyen módon tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a környezetünket megóvjuk és megőrizzük, akkor már tettünk valamit azért, hogy egy élettel teli, biztos jövőbe tudjanak ők is fölnőni, és ezáltal ők is továbbadni egy olyan földet, egy olyan világot a felnövekvő nemzedéknek, amilyennek mi is szeretnénk megőrizni. A keddi előadások során a Nyíregyházi Egyetem tanszékvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a problémák csak együttműködéssel oldhatóak meg. Ahhoz azonban, hogy jó irányba mozduljanak a tervek, először a szemléletünkön kell változtatni. A természet megvan az ember nélkül, de az ember nincs meg a természet nélkül. És tulajdonképpen bármit is szeretnénk elérni, működtetni, gyártani, létrehozni, az a természeti anyag és erőforrások nélkül nem lehetséges. Mindenhez energiára van szükség, és hogyha az energiát olyan forrásból állítják elő, ami széndioxidot bocsájt ki, akkor ez egyre emelkedni fog. A régió környezetgazdálkodási vállalatának ügyvezetője pedig arról beszélt, hogy bár az utóbbi időben térségünkben jelentős beruházások valósultak meg, amelyek a hulladékgazdálkodás mint közszolgáltatás rendelkezésre állását és ezek eszközeit biztosították, a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. A véleményem szerint, és ez nem csak az én véleményem, úgy általános vélemény, hogy nem elegendő csak az eszközbiztosítás és a rendelkezés állásnak a fenntartása, hanem valamilyen formában meg kell tanítani a lakosságot a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatára. Én úgy gondolom, hogy a szemléletformálás az az eszköz, amivel ezt el tudjuk érni, hogy minél eredményesebb és minél hatékonyabb közszolgáltatást tudjunk elvégezni a térségben. A résztvevők a megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokkal és lehetőségekkel is megismerkedhettek, úgy mint a napelemes rendszerek és a biomassa, hiszen a projektnek az is célja, hogy megváltoztassa az ezekkel kapcsolatos fogyasztó és társadalmi berögződéseket, és mindenki életének részévé tegye az energiatudatosságot, akár olyan egyszerű dolgokkal, mint a villany lekapcsolása vagy a vízcsap időben való elzárása. Egy felmérés szerint a 6-19 éves korosztály átlagosan közel napi 6 órát tölt képernyő előtt. Ez ugyanolyan függőséget okoz, mint az alkohol vagy a kábítószerek. A szakemberek szerint az ideális úgynevezett képernyő idő 2 óra lenne, és a szülők feladata érdekessé tenni az offline világot is a gyerekek számára. A szakemberek szerint a valós világnál ma már veszélyesebb lehet a szájbervilág. Egyrészt, mert a különböző applikációkon keresztül a fiatalok túl sok információt osztanak meg magukról és környezetükről, másrészt pedig a közösségi oldalak túlzott használata ugyanazokat a dopamin központokat ingerli, mint az alkohol vagy a kábítószer. Így az internet is komoly függőségeket tud okozni. Én azt hiszem, hogy leginkább az Z és az alfa generáció, ugye ezek a 90-es évek után, 2000-es években született gyerekek azok, akikre a legnagyobb akiket a legnagyobb veszély fenyeget. Ők ugye a digitális benszülöttek, akik úgy, amikor megszülettek, ezek a internet és a digitális eszközök már léteztek, és a probléma igazán abból adódik, hogy az ő szüleik meg amikor születtek, akkor még nem léteztek. És ezek az átadható ismeretek, tehát amit ilyen, hogy mondjam, családi szocializáció során szoktuk megtanulni a gyerekek a szüleiktől, ez itt most nem működik, mert hogy a gyerek többet tud az internetről, és többet tud azokról az alkalmazásokról, amit az interneten talál, mint a szüleik. Ezért a Korlátok mögött című előadás elsősorban a szülők lehetőségeit mutatta meg. Sokáig úgy vélték a szakemberek, hogy a gyerekeket kell oktatni, azonban rájöttek, a fiatalok internet használata közben jelentkező problémák családon belül lennének kezelhetőek. Hiszen sokszor a szülő adja a gyerekek kezébe a telefont vagy a tabletet. Az ebből következő internet használat pedig rengeteg időt vesz el a gyerekek életéből. Az átlag internet használat ma Magyarországon 3,6 óra naponta, ugye ez már egy hatalmas szám. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2 hónapig, mintha csak a gép előtt ülnénk, ha úgy belegondol az ember a saját életvitelébe, és ennél sokkal veszélyeztetettebbek a 6-tól 19 éves korosztály. Már ezt kell mondani, mert ugye alapvetően 12-19-eseket vizsgáltuk, de hát az is kiderült, hogy ez sokkal fiatalabb korosztályba kezdődik, ott pedig 5,8 óra naponta. Ezt okos tévé, tablet, telefon vagy asztali gép előtt is eltöltik a gyerekek. A szakemberek szerint az ideális idő 2 óra lenne, ehhez azonban sokkal több offline programra lenne szüksége a fiataloknak.
Tájékoztató kampányt indított az Európai Parlament annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen a részvételi arány az idei választásokon. Hazánkban legutóbb 5 évvel ezelőtt a 30%-ot sem ért el az aktivitás, pedig az uniós átlag 40% fölött van. Magyarországon május 26-án, azaz jövő hét vasárnap szavazhatunk az európai parlamenti mandátumokról. Jövő héten ismét szavazhatnak az uniós állampolgárok. Magyarországon május 26-án tartják az európai parlamenti választásokat. A jövő héten az EU 28 tagállamában mintegy 400 millió választópolgár szavazhat. Az Európai Parlament tájékoztató kampányba kezdett a minél nagyobb részvétel érdekében. Az elmúlt évek tendenciájából ugyanis az látszik, hogy csökken a szavazók aránya. Hazánkban például legutóbb 30% alatti volt a részvétel, pedig az uniós átlag 40% fölötti. Mindeközben tájékozottság terén jobban állunk. Alapvetően azt mutatják a számok, hogy az emberek tájékozottak a választás időpontjával kapcsolatosan, tudják, hogy mikor lesznek az európai választások, és Magyarországon többen tudják egyébként, mint az Európai Uniós átlag. Ennek ellenére ugye nagyon fontos elérni azt, hogy valóban aznap azok az emberek, akik tudnak róla, el is menjenek szavazni, úgyhogy május 26-án ez legyen úgymond az első dolog a napi prioritás és teendő listán, hogy igenis el kell menni szavazni. Leginkább a 18 és 30 év közöttieket szeretnék megszólítani. Ez a korosztály ugyanis a legkevésbé aktív a választásokon. Ennek érdekében tartottak tájékoztató előadást kedden a Nyíregyházi Egyetemen. A részvevőkkel azokat az internetes felületeket is megismertették, amelyeken a határidőkről és a legfontosabb információkról tudhatnak meg többet. Ilyen oldal a szavaznifogok.eu, amelyen bárki önként mondhatja el másoknak, például azt, hogy milyen előnyei vannak az EU tagságnak. Arra kérjük a téma iránt érdeklődőket, hogy hívják fel mások figyelmét is arra, hogy idén is európai parlamenti választások lesznek Magyarországon május 26-án, és terjesszik a saját környezetükben ezt az információt, szervezzenek beszélgetéseket, akár online rendezvényeket, online információ megosztást azzal kapcsolatban, hogy miért fontos elmenni szavazni, kinek milyen téma fontos az életében, ami miatt szeretne részvételni a választásokon, és döntésével befolyásolni azt, hogy milyen irányba megy Európa. Ez lehet akár a klímaváltozás, lehet a gazdasági növekedés, lehet a bevándorlás kérdése, ez, vagy a biztonság kérdése, azt látjuk, hogy ezek a vezető témák egyébként Európában és Magyarországon is. Az európai kötőjel választások.eu és a magyarul Európának köszönhetjük oldal szintén a tájékozódásban segít, ahogy az EU mobiltelefonos applikációja is. Mindezeket nem pártpolitikai, hanem figyelemfelhívó célból hozták létre. Ugyanezért alkották meg a Dönts a jövődről című választási részvételre buzdító rövidfilmet is, amely az internet után a napokban a hazai televíziókban is megjelenik. Kotlár Eszter PR attaséval szerda esti 35 perc című magazin műsorunkban láthatnak majd egy hosszabb beszélgetést. Több mint 500 őzbak trófát mutattak be a vadászok a nyírteleki mustrán szombaton. Az űzállomány tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a második legjobb terület a vadászok számára. Évente mintegy 3500 állatot tudnak itt elejteni. A megyében 96 aktív társaság van. A hétvégén a vadgazdálkodók egyharmada mutatta be trófáit. Vadászkürt jelezte a harmadik őzbak trófea mustra kezdetét szombaton. Ebben az évben Nyírtelek biztosította a helyszínt, ahol több mint 500 trófeát láthattak az érdeklődők. A kiállítók és a résztvevők száma is évről évre nő. Első alkalommal 150, második alkalommal mintegy 200 őzbakot tudtak bemutatni a mustrán. Ez a szám idén már az 500-at is meghaladta. Ez egy szakmai rendezvény, ahol a vadászati jogosultak, illetve a vadászat iránt érdeklődők eljönnek, és ugye megnézik a idei termést, akkor így mondom, tehát ugye az őz a meghatározó a megyébe, és ugye ennek áprilisban indult a vadászata, és hát ilyenkor ugye a szakma megnézi, hogy kinél milyen súlyok vannak, milyen agancsformák, ki hogy gazdálkodik, mit csinált, hogy ezek az eredmények lettek, tehát gyakorlatilag egy kis ilyen mustra szakmai szemmel nézve. A találkozón elhangzott, Békés után Szabolcs megye a második legjobb terület a vadászok számára, ha az őzállományt nézzük. Ennek köszönhetően éves szinten mintegy 3500 állatot tudnak elejteni.
Egy trófea, ha eléri a 400 grammot, már jó eredménynek számít, de a bemutatott őszbak agancsok között találni lehetett 500, sőt 700 gram fölötti példányokat is. A jelentősége akkor érdekes, hogyha értékesítésre kerül a trófea. Minél nagyobb, nyilvánvalóan annál több pénzt kap érte a vadászatra jogosult, amivel tud gazdálkodni, de igazán nem a trófea mérete fogja a bak értékét az elejtőjének meghatározni, hanem az, hogy milyen körülmények között, milyen módon és hogyan sikerült terítékre hozni. Szabolcsban jelenleg 96 aktív társaság működik, a megye vadgazdálkodóinak egyharmada mutatta be trófeáit a szombati rendezvényen. Közel 1000 virágot ültettek el kisiskolások Nyíregyháza belvárosában az Ökosuli program keretében. Ez része a NyírVV Nonprofit Kft. Városszépítő akciójának, amelyre évente 15 millió forintot fordítanak. Idén tavasszal több mint 50 000 egynyári virágot ültetnek majd a szakemberek. A NyírVV Nonprofit Kft. Idén is folytatja népszerű városszépítő akcióját. Ennek részeként az Ökosuli program keretein belül kisiskolások segítenek a szakembereknek szebbíteni Nyíregyháza belvárosát egy nyári növények ültetésével. 15 millió forint értékben szoktunk egy évben virágokat ültetni a város közterületeire. Jelenleg itt a gyerekek 1000 növényt fognak elültetni, többek között verbénát és egyéb növényeket. Begóniát például, ezek díszítik a városainkat, a város színei is meg fognak jelenni, nem csak ezen a téren, hanem a Hősök terén is. Minden év tavaszán közel 50 000 jó tűrő képességű egy és két nyári növényt ültetnek el. A város korábban többször is elnyerte már a Virágos Város címet és kitüntetést. Ugye nagyon fontos azt, hogy ha ide jön valaki, vagy hogyha a nyíregyháziak ülnek itt a Kossuth téren, vagy a környékén, lássák azt a saját szemükkel, hogy a városvezetés gondol arra, hogy szép környezetben legyenek. Az egyik legfontosabb célcsoport a kisiskolás korosztály. Őket az Ökosuli programon keresztül nevelik környezettudatos magatartásra. Nálunk már évek óta működik az ökoprogram az iskolában, van egy nagyon jó kis ökocsoport, és a kollégák ezt nagyon jól tudják kezelni. Nagyon sokféle dolgot csinálnak, vannak állataink, vannak növényeink, és ezeket mind az ökocsoport tagjai lelkesen gondozzák, ápolják. Ez a fajta környezetvédelemre nevelés sikeresnek bizonyul, hiszen a gyerekek lelkesen kertészkedtek, volt, aki 8 virágot is ültetett. Nagyon sok virágot szeretek, szeretem majd a margarékát elfújni, így a, és nagyon szeretem a természetben a fák növekedését, sokáig tart bizony, hát de nagyon büszke vagyok, hogy itt ültethettek. Idén újdonságként papagájlevelet, királybegóniát, ausztrál százszorszépet, és eddig nem látott begónia és dália fajtákat is ültettek a gyerekek, hogy még vonzóbbá tegyék a belvárost az itt lakók és a turisták számára egyaránt. Kilenc gólt hozott az a rendhagyó futballmeccs, amelyen a magyar parlamenti válogatott a Magyarország görög katolikus pap, kispap válogatottjával és a magyar jogász egylet paragrafus kupa válogatottjával mérte össze tudását. A Baktalóránházán rendezett mérkőzésen a parlamenti válogatott 3-2-re győzött a papok csapata ellen, majd 2-2-es döntetlent játszott a jogászokkal. Rendhagyó módon nem két, hanem három csapat sorakozott fel a bemutatáshoz a baktai futballpályán. A Magyar Jogász Egylet paragrafus kupa válogatottja 2011 óta minden évben játszik egy nagypályás meccset a görögkatolikus pap kispap válogatottal, ezúttal viszont nem egymás ellen, hanem a parlamenti válogatott ellen léptek pályára. Mégpedig úgy, hogy egy-egy fél időt játszottak a végig pályán lévő parlamenti csapat ellen. Minden mérkőzést az ember úgy vár, hogy szeretné megnyerni ezt a mérkőzést, illetve úgy várja, hogy egy jó meccs legyen belőle. Én azt gondolom, hogy itt minden adott ahhoz, hogy egy nagyon jó meccseket játszunk. Látom, hogy körbenézek, hogy mindenki elhivatott, mindenki győzni szeretne, és ilyen esetben pedig mindig jó meccs szokott kikerekedni. Természetesen bízom benne, hogy a sportszerűség egyében és sérülés nélkül sikerül a mérkőzéseket hoznunk, és bízom abban, hogy jó élményt tudunk nyújtani mindazoknak, akik kilátogattak ide Baktalóránházára. A papok kispapok csapatában határon túlról érkező játékosok is szerepeltek. Lelkileg tökéletesen fel vagyunk készülve, fizikálisan nem annyira. A csapat pedig azért érdekes, mert Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről is vannak társak, papkollégák, akik itt vannak. Azaz egy egységes és összmagyar görögkatolikus csapat állhat ki. A mérkőzés első fél idejét 3-2-re nyerte a parlamenti válogatott a papok csapata ellen, a második játék részben pedig 2-2-re végeztek a jogász egylet válogatottjával.
Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 2018-ban a Nyíregyházi Törvényszék és a hozzájuk tartozó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróságok a peres és nem peres ügyekben is sikeres évet zártak. Ez azt jelenti, hogy több mint 70 ezer ügyet fejeztek be, miközben 68 ezer új érkezett. A folyamatban lévő ügyek száma így 10 ezer körülre csökkent. A törvényszék éves beszámolója szerint infrastruktúrális fejlesztéseket, személyi fejlesztéseket és társadalmasítási programokat is sikeresen hajtottak végre 2018-ban. Szemléletformáló konferenciát tartottak a Megyeházán az energiatudatosság és hatékonyság jegyében. A keddi esemény egy projekt részeként valósult meg, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben ismertessék meg a lakossággal a megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve hogy megváltoztassák az ezekkel kapcsolatos berögződéseket. Egy felmérés szerint évente átlagosan 2 hónapot töltünk képernyők előtt. A 6-19 éves korosztály különösen veszélyeztetett, ők naponta közel 6 órát is nézik a monitort, vagy használják a telefont. A szakemberek szerint az ebből adódó pszichológiai problémák, vagy tényleges veszélyek elkerülése a szülők felelőssége. Ezeket családon belül kellene kezelni. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 14-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!